Ha a legmegbízhatóbb oldalt keresed coin vásárlás szempontjából, akkor látogass meg a Foodparkot és használd a Rekál kuponkódot további kedvezményekért. Na szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit csodálatosan nagy szeretettel ebben a mai videóban. Draftozni fogunk, ilyen tegnap kipattant, tegnap jött ötlet. Méghozzá egy El Clásico draftot fogunk, eset megpróbálunk összerakni, ami ugye annyit takar, hogy csak madridos, csak barszás, hogyha ikon, akkor nyilván kiszedjük az ikont. Reméljük, hogy lesz barszás vagy madridos vonzata, tök mindegy mondjuk Rivaldónak vagy Xavinak, bár ilyeneket nem nagyon szokott dobni a draft, de hát ha most bedobja. Illetve nyilván itt játszik most, mivel ugye kurva nehéz összerakni szerintem két csapatba egy draftot. Játszani fognak az ilyen ex-barsza, ex-madridosok is, Suárez, Di Maria, STB, meglátjuk, Ronaldo is nyilván beépíteni elég nehéz lesz, de megpróbálunk egy olyan csapatot összerakni, ahol csak olyan játékosok vannak, akiknek valamilyen szinten közük van az El Clásicohoz, a Barszához és a Madridhoz. Nagyjából ez a lényeg, úgyhogy let's go, vágjunk bele. Mielőtt tovább megyünk, srácok, beszéljünk kicsit a videó fő támogatójáról, a Surfsharkról. Biztosan hallottál már a VPN szolgáltatásról, olyan esetekben, amikor például arról van szó, hogy biztonságosan böngész az interneten, vagy akár olyan feltételekkel használd a Netflixet, mintha Amerikában élnél. A Surfshark is egy VPN szolgáltató, amiről a következőt érdemes tudni. Brutális sebesség, erős titkosítás és magas minőségi biztonsági protokoll, ami azért fontos, mert ugye napjainkban egyre többet hallani a kibertámadásokról, adatlopásokról, ezért talán az egyik leghasznosabb funkciója ez ennek a szolgáltatásnak. Megbízható adatvédelmi előírások, hozzáférés globális tartalmakhoz, mint például a Netflix, HBO Go és a többi, és ezeken belül olyan fantasztikus alkotásokat tudtok megnézni, mint a Casino Royale vagy az Esőember. Természetesen több eszközről is hozzá tudsz férni ez az alkalmazáshoz, illetve 0-24-es ügyfélszolgálata van, így bármikor bármilyen problémád van, a support készségesen segítan a bármelyik pontjában. És végül, de nem utolsó sorban, brutális árértékarányban juthatsz most hozzá, ugyanis a 2 évre előfizetsz, és mellette használod a Rekál kuponkódot 2K-val, ne kérdezz miért, akkor csak 1,86 euróba fog kerülni neked havonta, ami havi szinten körülbelül ilyen 700 forint környékén van, és ez mellé a 21 hónap mellé még plusz 3 hónapot is kapsz, az 27 hónapig tudod használni a Surfsharkot. Ha téged is érdekel ez a lehetőség, akkor mindenféleképpen látogass el a képernyőn látható linkre, amit amúgy megtalálsz a leírásban is. Köszi a figyelmet! No! Della befizúzva, a legeslegebb felállás valami 4-3-3 lenne, ugye, de az azt látom van is egy ilyen false nine, hát ez a régi Barca, ugye, ez jó igazából, szerintem ez mehet. Ez mehet. Na hát igazából figyelj, hát Ödegaard ugye volt madridos, a Fabregas pedig volt barszás. Inkább a Fabregas-t választanám, főként a spanyol vonal miatt kicsit könnyebb linkelni, mint ezt a Dánt, vagy akarom mondani Norvégot. Ez a Fabregas lesz szerintem az. Nem egy extra lap, amúgy nem rossz, irányító, ilyen kis sima box-to-box CM-nek jó lesz most draftba. Reméljük, hogy ilyen Jordi Albákkal, Robertókkal össze lehet valahogy majd pattintani az öreget. Oké, nézzük a wingerünket, hát egy Messi kéne, kapjuk is, tökéletes, mert tovább kéne ide Sergi Roberto, amit szintén megkapunk, hogy egyelőre jók vagyunk. Jó, hát eddig nincs baj. CF-ként kapunk el, nem is tudom, Griezmann van CF-ként idén, van ST Griezmann. Hát figyú, Rebic, Kane, Benyeder, Immobile, hát nem tudom, ezek közül pontosan lehet valamelyikőjüknek volt annó, szerintem egyiknek sem, őszinte leszek. A Depaynak ugye annyi volt, hogy talán barszás lesz, de mégis nem lett az. Hát figyú, én a Benyedert fogom kivenni, a Fabregasnak is jó, nyilván magának a Benyedernek is jó, és még a más nagyon egyiknek sincs sok köze a klasszikusokhoz, úgyhogy a Benyeder lesz a választás. De kéne egy Neymar ugye, mint ex-barszás, nem kapunk ilyet, kapunk viszont helyette egy Oyarzabalt, talán neki van a legtöbb köze a klasszikókhoz, mármint hogy így a Barszához, meg a majd az ő sokat játszik a Barca és a Madrid ellen. Egyelőre nem nagyon tudok jobbat ennél, srácok. CM-ként jön egy Modric, jön egy Arthur, hát én a Modricot fogom pikkelni nyilván, az Arthur lenne ugye másik, mint ex-barszás, ide a más nem tudok, és viszont ha őket megcseréljük, akkor a Messi legalább fullos lesz. Okay. CDM-nek kéne nekünk egy Casemiro, nem tudom, erre van-e lehetőség, kedves eSports, sajnos nincsen, viszont a tanár úr az itt van, többieknek szerintem nincs köze egyikhez sem, úgyhogy a tanár úr érkezik. CBD-nek kéne Varane, kéne Ramos, kéne még a Piquével is elégedett lennék, hát ezek közül egyiket sem vágom, hogy ide mi lenne a jó választás. Kapuba természetesen a hát igazából a Navas itt ugye az egyetlen választásunk, ugye ő volt madridos, a többiről nem tudok semmit, úgyhogy itt muszáj vagyunk a Keylort kivenni. A másik CB-nk pedig szintén
szintén gatya. Kostyányi Várználos volt, akkor ez nem Kehill, nem. Hát igazából jobb rétinget veszük ki, de egyelőre gatya, egy Jordi Alba nagyon jó jönnénk ki, de Jordi Alba sincsen, és a többieket én személy szerint annyira nem ismerem, úgyhogy fogalmam sincs. Hát egyelőre eléggé gatya, van itt egy-két jó lap, de tényleg csak egy-két. Egy-két olyan lap, ami nekünk kell, semmi Madrid, semmi Barca vonal, nagyon gyenge eddig. Reguljon, hát a Reguljon az volt. Ő maximálisan volt a Madridban, úgyhogy őt már hozzuk is. Ez mondjuk egy jó kis upgrade. Carvajal, Lenglet is van, nagyon jó. A Lenglet-vel mondjuk én meg lennék elégedve. A Carvajal igazából annyira nem fontos. Úgyhogy az Inform Lenglet ezt ide mindenféleképpen kivesszük, és itt nyomunk egy ilyen cserét. Nagyon szuper. Ez már úgy kezd alakulni, de még mindig nem az igazi. Kimmich, Kimpembe, Luka. Mondjuk a Kimpembét esetleg kivenném, az kurva jó, mert akkor a Keylornak is megadja a maxot, meg maga is megkapja, meg az André tanáról is megkapja. Nagyon szép kis francia link lett itt középen. Igazából már most azt mondom sokat, hogy tök jó. Nem sok Madrid, nem sok Barca vonal van benne. Figyelj, Fabregas, ugye ex-Barca, ex-Madrid a Reguljon, ugye itt három ekte barszásunk van, van még egy ex-Madridosunk, és a Modric egész jó, igazából négy lap, akinek nincs köze a Reálhoz, meg a Barcához egyelőre, azt hiszem. De ez még lehet még ennél is jobb. Ferland Mendy például, vagy egy Jordi Alba. Na most az azért kurva jó, mert hogyha a Jordi Albát kiveszem, akkor a Jordi Alba az megadja a maxot az Oyarzabalnak, az Oyarzabal pedig megadja neki. Szívem szerint a Mendyt venném, csak a Mendyvel nem lenne maxos az Oyarzabal, meg a Fabregast is elvenne, tehát a Jordi Alba ide egy tökéletes választás. Így van. Hát gyakorlatilag a Modric és a Benyeder, aki nem maxos, ők ketten. Adom, jó keret amúgy. Már amennyire jó keretet lehet csinálni ebből. Salah, gondolom én. Egy erős Suárez. Nem dob esetleg egy Suárez lapot a játék? Alex Moreno, azért kiszedjük nyilván. Annak mondjuk tudnék örülni. Hát itt nem lesz Suárez, szóval Trinco. Az önnek Trinco. Suárez esetleg? Please. Na. Hát haló. Hát jó, mondjuk ezek közül megint csak egyiknek sincs semmi köze a Reálhoz, azt hiszem. A Barcához se nagyon. De a Gomez is csak most igazol Spanyolországba. Várj, azon gondolkozok, hogy tudnék-e valamit csinálni ezzel a Gomez lappal. Hát az, hogy az Andrétól akkor elvennénk dolgokat, sajnos. Én azt mondom, mondjuk a fasz tudja. A Gomezt be lehetne tenni CF-nek. És a Gomezt beteszem CF-nek, akkor a Gomez 10-es lenne. Viszont a Fabregas nem. Igazából tök mindegy, mert úgyis mindegy, mit teszek ki, a Brunót is kivehetném, őt se tudnám használni. Kiveszem azért inkább ezt a Papu Gomezt. Igen, ugye ő lenne 10-es, viszont a Fabregastól venne el. Hát mondjuk, ha esetleg dobsz egy Casemirót, mondjuk ide már nem dobhatsz Casemirót, viszont Ramoséka, dobhatsz Marquinhos van, Mbabu van és Trippier van. Nyilván itt a Marquinhos is egy tök jó lap. És még dobsz-e valamit, egy Stones, ez meg megint csak gyakorlatban kutyaszar, a kapus meg szintén tök mindegy, hogy ki lesz, mert egyik sem kell nekünk, azért a Petit behozzuk. Nyilván akik fixen kötődésesek, őket azért benhagyom. Itt most már csak azt kellene eldönteni, kedves kéim, hogy akkor mi legyen itt a menetrend. Fabregas 7-es, Modric 7-es, vagy pedig hozzuk vissza a Benyedert. Ezek a lehetőségek vannak. Hogyha vissza... Az abban nincsen spanyol ligás csatárom. Mert ha lenne, akkor... Mondjuk a... Hát... Nem tudom, chat, ez jó lehet csatárba ez a Papu Gomez? Na jónak tűnik alapja amúgy nagyon. Az a baj, hogy a Benyeder meg ugye csak 7-es lenne. Vagy mi 6-os lenne a Benyeder. Bár mondjuk, hogyha találok egy jó edzőt... Hát olyan edzőt nem találok. Úgyhogy akkor a... Errastate. Chat, mit mondasz? 8-as Modric... És hatos Benyeder az lehet, hogy a légkövés le. Hát a fasz tudja. Menjen így, egye bassza. Nyomjuk meg így, nem, skacok? Legyen. Hát akkor végül is ez, skacok, az El Clasico draft. Figyelj, az Oyarzabalon, a Benyederen, az Andrén és a Kimpembén, ők négyen, akiknek nincsen semmilyen barcelonai vagy reálos múltjuk, azt hiszem, de lehet most fasságot mondtam, úgyis kiavítotok. Nyilván itt a Reguljon még, akinek van egyedül, meg ugye a Trincao, nyilván ők ketten, de hát ők már sehogy se férnek be, úgyhogy ők majd talán a padról. Szerintem egész jól sikerült amúgy, és maxos 87-es chemistry, úgyhogy szerintem faszányos lesz.
nézzük az ellenfelet, és próbáljuk meg megverni. Megverte Zinchenko csatár. Azt mondjuk, hogy Link miatt az mondjuk bedesz. Érdekes, hát try it. Beülünk a koncentrálós pozícióba. Hát figyelj, sokat várakoztam, a Fabregas és a Modric tökéletesen kell, hogy tudjon irányítani. Ott tőlük nagyon nagy passzokat várok, Messiéktől mélységi beindulásokat. Hát a Benyeder meg önmagában egy vaddisznó alatt, ezt tudjuk nagyon jól. Főleg ez a Headline Neslav, hogy ez a legbaszóbb Benyeder lap a játékban. André tanár urat szerintem ecsetelnem sem kell. Az Ojár Zabál lapát anya nem ismerem. Kimpembének tök jó lehet az informja, meg a Lenglének is, hát a két belső védem az szerintem full. Úgyhogy én nem mondó vagyok, hogy a Benyeder az most vág is mindjárt egy nagyot. Benyeder eltekeri, ám is volt rossz öreg. Mané, nem tudok vele mit csinálni, gyönyörű belépő. Bruno. És a Mané, sajnos jó a csá. Jó, jó a blokk. Benyeder, Fabregas. Modric. Modric Messi kapja, és sajnos Laporte ér oda nagyon jó ütemben, de Modric visszaszerzi, ezt szeretjük. Messi, és az sem jó, a Bruno jön hátra. És a Benyeder mehetett volna. Messi, van terület, azt is leblokkolja a Laporte. Az a labda is jó, és a Keylor Navas. Jó védés. Dupla csere. Az Zinchenko helyett jött egy Azar, illetve egy Bamba jött a Niang helyére. Benyeder. Benyeder, de jó volt pedig. Jó csináltad, öreg. Fújja a sport, nem szabadott volna hátrafele mennem. Hát 0-0, addig X az első, nem is volt sok lövés. Nem egyszerű, nem egyszerű, viszont valamit nem lenne rossz, ha beváltanánk. És ennyi, amúgy jó a keret, meg tényleg mindenki jó, elmaradnak a befejezések. Vénségére el van már fáradva. Lenglé, mondom én, hogy Lenglé. Gyönyörű, izgul a fiú. Pedig lett volna esély rá, Messi, vissza Roberto, vissza Messi, jön a Papu Gomez, helyett a Modric, jön a Papu Gomez, még mindig jön a Papu Gomez. Jó a csel, a lövés sem rossz, kilőjük a falból az embert. Nagyon csak ennyire tellett. Jön a Modric, segít a Benyeder, segít a Papu Gomez! Így szerencse! Messi. Közepe Roberto. Benyeder. Az meg elveszíti a labdát. Papu Gomez, a csel is jó, és a lövés az már kevésbé. Messi teszi vissza. Salah. Jó a csel, Salah. Nincs lövés, nincs is tízise. És megint a Bruno Fernandezzel a heel to heel, az gyerek, ez nem tudom, itt be lenne bindelve, hogy Bruno megkapja, látod, akkor heel to heel-ezni kell. Úgy sokan vannak sajnos. Nincs esen a Cancelo. Tyson a Mané elé csorog, és a Mané pedig elrúg nagyon rossz ütemben, és a Keylor Navas nagyon megnézi, sajnos. Nem volt jó lövés, nem volt jó támadás. Szerencse gól egy picit azért, úgy gondolom. Nem megérdemelt egyáltalán. Egyáltalán nem megérdemelt gól. Másik félidőben is volt támadás a fiúnak. Ó, jaj, hát akkor ultrára kell menni, nincsen mese. Messi labdaszerzés lehetett volna, ha egy icipicit segít a játék. Az a miénk, így van. Salah, a lövés, védi a póp. Nem is volt annyira jó lövés mondjuk. És ott sincsen senki. És Sucsek szerel. Sucsek, az sem semmi. És a végeredmény. Hát! Egy null egyes mérkőzés. Jaj! Elviekben egál volt. A másik félidőben egyetlen támadása volt a srácnak. Ez.
Ez egy full szerencse gól, ezt rengeteget napi szinten látunk ilyet FIFA-ba. Egy rossz lövés, amit blokkol a Kimpembe, ami pont odaesik a Mané elé. Aki nagyon gyenge kis helyezett lövés, hát lehetett volna azért fogni. Ugye nálam is volt rengeteg lövés, ugyanannyi, mint nála, csak nálam sajnos egyik után sem pattant ilyen jó szituációban a csatárom elé. Igazából ezt mondom, ez a meccs ez megint full a szerencsém múlt, hogyha nekem van egy ugyanilyen kipattanosom, akkor én nyerem meg egy nóra köbbe. Úgyhogy ez egy ilyen kis lutri volt, de jó volt attól függetlenül. Hát kacok, a kihívás ugye így nem sikerült, viszont szerintem ahhoz képest, hogy jó, most alapvetően csak két csapat játszott, de igazából nem, mert ha ex-barszásokat vagy madridosokat nézünk, akkor is valamilyen szinten több csapat is szóba jöhetett, de a gárda jól sikerült, ez a 4-3-3-as felállás, ez maximálisan nem jó, hát ez nem tudom, hogy ez 4 éve volt nagyjából meta, vagy 5 éve, jelenleges sajnos nagyon nem gyere be, úgyhogy a felállás az annyira nem tetszett, nem mozogtak jól a playerek, nem voltak úgy területben, hogy azt én szerettem játszani, most lehet, hogy csak én nekem szar mondom, mert én nem ezt a fajta felállást pörgetem. De a csapatra büszke vagyok, a csapat az nagyon-nagyon jól sikerült, és bár volt benne Sergio Roberto, meg ilyen húgy a kettő függetlenül, csak a szerencse vert meg minket, amúgy szerintem jó volt fullba. Jó meccs volt, meg jók voltak a playerek is, tetszett így egyénekként is, az a belső védelem is tök jó volt. Még a CM-eket is, a Fabregas is tökre csípe, Modricot is tökre csípe, André tanár úr, úgyhogy tök jó volt a gárda is. De hát tudjuk, hogy milyen ez a game. Köszi csak adszok a figyelmet, hogyha van valami ilyen nem csablon ötletetek, tehát nem az, hogy a leggyorsabb draft meg ilyenek, akkor tényleg az nyugodtan várom a komment szekcióba, arra figyelni fogok, azt akkor lehet az lesz a következő. Még az is lehet. Jók lehetek, srácok. Szavaztok. A walkout fénik, a FIFA meg szédik. A tagja kabarad, a néha beklapatja az eSports, Vancouver, Kanada.